Kolumbusz Kristóf és társai Haiti szigetén megfigyelték a számukra ismeretlen anyagból. Ma már tudjuk, fagyantából készült labdát, s megcsodálták a különleges anyaggal átitatott lábbeléket és ruhadarabokat. 250 évvel később egy francia matematikus ruháit az eső ellen a mai ma indiánok cahuccsú nevű anyagával vonta le. A 18. század végén a radírgumit Angliában India Rubber, Franciaországban Peau de Nigre, négerbőr névvel illették. Az állatorvos Dunlop készített először kisfia bicikliére levegős gumiabroncsot, egy Michelin nevű mérnök pedig 1895-ben már autókra szerelt az újszerű kerekeket. Mindössze 500 éve elegendő volt ahhoz, hogy a gumi meghódítsa a világot. Hát amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor végig gondoltam, hogy mit szeretek csinálni. Én nagyon szerettem mindig szerelni, mindenféle műszaki dolgokkal foglalkozni, de nem szerettem volna mondjuk kalapálni, meg reszelni, mert úgy gondoltam, hogy vannak ettől szebb dolgok, és akkor mégis rengeteg műanyag dolgot láttam magam körül, ami érdekelt, hogy ezek hogy keletkeznek. Így döntöttem, hogy talán ez érdekes dolog. A műanyag a 20. század terméke. A sorban az első az 1908-ban előállított bakelit. Az elmúlt 100 év során a tudósok a szintetikus műanyagok és a műgumik egész sorával jelentkeztek. A PVC, polivinil klorid a 30-as évek terméke. Enélkül ma elképzelhetetlen volna a villamosipar és a modern világ technológiája. A plexi üveg 10-szer akkora ütést képes elviselni, mint a közönséges üveg. A víztaszító szilikonok nagy hőmérsékletet is bírnak. A gumi- és műanyagipar ma is az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág. Üzemünkben többféle gép előfordul, úgy mint fröccsöntőgép, extruder, flakonfúvó gépek, illetve a hulladék feldolgozást elősegítő darálók vannak még, amiket szintén használunk. Jellemzően azért a cégünk fröccsöntéssel és flakonfúvással foglalkozik. A műanyag öbjári technikusnak tulajdonképpen, hogyha ezekkel a mai nap használt polietilén, polipropilén, illetve PET-tel foglalkozik, amik talán a leggyakoribbak a hétköznapi életben, ha körülnézünk, nem kell azzal számolnia, hogy esetleg káros hatások érik. Ezek az anyagok nem büdösek, ezek az anyagok nem bocsájtanak ki káros anyagokat magukból a feldolgozás folyamán, hiszen például a flakon fúvásnál nem melegítjük fel annyira, hogy ezek bomlási hőmérsékletre melegedjenek, hanem csak egy kilágyulási hőmérsékletre, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy bárkit itt káros, egészségkárosító hatás érhetne. A gumi- és műanyagipari technikus szervezi és irányítja a termelést, csoportvezetőként, művezetőként vagy diszpécserként kiadja a munkát beosztottjainak, gondoskodik az alapanyagok félkész termékek előkészítéséről és felel a gépek állapotáért. Koordinálja a gyártás technológiai fázisokat, vezeti az üzemeltetési dokumentációt, megtervezi a karbantartási feladatokat is. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet jól végezzük, nagyon fontos még az, hogy türelmes legyen az ember. Tehát egy beállításnál nem szabad kapkodni. A türelem mellett nyilván jó emberismerőnek is kell lenni, hogyha például a beállított terméket utána átadom egy betanított munkás kezébe a gépet, hogy azt kezelje, annak is fel kell magyarázni, hogy ez hogy működik, el kell magyarázni, hogy szóljon, hogyha nem megfelel a termék, nyilván szót kell érteni a másikkal, tehát kell hozzá egy kis emberismeret, és a pontosság, amit nem szabad elfelejteni, a figyelem, a pontosság. Az üzemünk három műszakban dolgozik, főleg a nyári szezonban. Itt a három műszak ugye reggel 6-tól délután 2-ig, 2-től este 10-ig, illetve este 10-től reggel 6-ig értendő. A gumipar jellemző alapanyagai a természetes és a műkaucsukok. A térhálósító anyagok, az öregedésgátlók, a töltőanyagok, a lágyítók, az égésgátló, illatosító és hajtóanyagok, a ragadásgátlók, a vázerősítők, a vegyszerek és az oldószerek. Tulajdonképpen a napi munkánk abból áll, hogy reggel elindítjuk a gépeket, itt beleértve a kiszolgáló gépeket is, itt tehát az, hogy ezeknek a műanyagipari gépeknek gyakran sűrített levegőre van szükségük, gyakran hideg vízre van szükségük a hűtéshez, tehát elindítjuk a kompresszorokat, a vízhűtőket,
utána fölfűtjük a gépeket, mert a műanyag alakításnak az egyik fő szempontja az, hogy hőmérséklet hatására formázhatóak ezek az anyagok. Tehát felfűtjük a gépeket, utána tulajdonképpen elindítjuk a napi termelést. Mindig azzal kezdjük, hogy ami kész vannak a termelésre gépek, azokat indítjuk el, és utána, hogyha valamelyik gépen szerszámcsere van, akkor ezeket végrehajtjuk és beállítjuk. Tulajdonképpen utána már a felügyelete a működő gépeknek a napunk további részében, ami jellemző, illetve elkészül egy termék, akkor természetesen ott a leállítás, leszerelés és szerszámcsere. Sikerként általában egy műanyagipari technikus azt éli meg, amikor az ő általa beállított termék kifogástalan minőségű és semmiféle negatív visszajelzés a vásárlótól nem érkezik. Nyilván ami jó a cégnek, az jó a beállítónak is. Tehát az, ha könnyen és gyorsan sikerül valamit pontosan beállítani, és a termék magáért beszél, tehát jó, ezt mindenképpen sikerként éljük meg. A munkát többnyire zárt helyeken, irodában, műhelyben, üzemcsarnokban, laboratóriumban végzik. Feladataik ellátásakor beosztottakkal, üzemi vezetőkkel, raktárosokkal, minőségellenőrökkel, szállítókkal tartják a kapcsolatot. A balesetveszélyes munkahelyek miatt erős a hierarchia, és pontos a felelősség meghatározása is. A korszerű fröccsöntő gépeken a vezérlés már természetesen számítógéppel történik, ahol be lehet állítani különböző technológiai paramétereket. Egy fröccsöntésnél elég sok ilyen dolog van, ilyenek a hőmérsékletek, a különböző nyomásértékek a szerszámban, sőt, még azt is lehet szabályozni, hogy milyen sebességgel spriccelje be tulajdonképpen a fröccshenger a szerszámba forró anyagot, be lehet állítani, hogy mennyi ideig hűljön a szerszámban az anyag, és hogy milyen sebességgel mozogjanak a gépnek a különböző alkatrészei. Ennek a beállításnak a harmóniája eredményezi utána a készterméknek a jó minőségét. Feladatunk az, hogy ezt egy technológus segítségével beállítsuk, és utána ezt bármikor tudjuk ismételni önállóan, és felügyelni a jó minőséget. Minden terméken először egy külső minőségi ellenőrzést végzünk, egy szemrevételezést. Most ez itt nálunk szinte darabonként történik, minden egyes darabot mielőtt elcsomagolunk, megnézünk az adott szempontok alapján, tehát hogy épe nem sorjás, nem törött, nem piszkos, nem gyűrött az a termék, ezt megnézzük, és adott esetben mechanikai ellenőrzéseket is végzünk, nyomáspróbázzuk a palackokat, ezeket természetesen nem mindegyiket, hanem csak bizonyos százalékát, ami alapján utána módosítunk a beállításon, hogyha ne adj Isten, úgy érezzük, hogy hibás a termék. A zajos környezet, a hangos gépek halláskárosodást okozhatnak. A műhelyben gyakori a légszennyezettség, a hőmérséklet ingadozása fárasztó lehet. Aki érzékeny az oldószerek allergiás hatásaira, más munka után kell néznie. Az üzemekben leginkább a lugos és savas anyagok által okozott sérülések, a vágások, a szúrások, a kéz és szemsérülések megelőzésére fordítanak nagy gondot. A szív- és keringési betegségekkel, az idült hörghurúttal, a tüdőaszmával, a vegyszerekkel szembeni túlérzékenységgel nem lehet ezt a munkát végezni. A színtévesztés és a nem megfelelő látáséleség is kizáró ok. A munkavégzés általános feltétele a rendszeres orvosi vizsgálatokon való kötelező részvétel. A műanyag technikusi szakmához nagyon fontos az, hogy tisztán lásson az ember élesen, tehát a jó látás elengedhetetlen, hiszen gyakran 10 mm-re kell beállítani valamit a gépeken, illetve a késztermék legkisebb hibáit is észre kell venni. A hallás szintén nem elhanyagolható, mert azért nagyon sok veszélynek lehet kitéve egy gépbeállító, illetve egy technikus, hiszen mozgógépekről van szó, és gyakran együtt kell dolgozni a társunkkal, oda kell rá figyelni egy gépbeállításnál, hogy mit mond, mikor szabad indítani egy gépet, mikor nem szabad indítani egy gépet, az épp hallás ez elengedhetetlen. Ezen kívül azért bizonyos fizikai megterhelések is vannak, tehát nyilván valóan megfelelő
fizikai. Most itt úgy gondolom, hogy 25 kilóig azért kell emelni, adott esetben 50 kilóig, amit a törvény megenged. Tehát ezt azért valahol bírni kell. Ebben a munkában a megterhelő tulajdonképpen az, hogy nagy figyelmet igényel gyakran 8 órán keresztül folyamatosan. Igen sokszor állít minket egy-egy beállítás nehézségekkel olyan szempontból, hogy nem mindig első sikerül megtalálnunk egy-egy terméknek a jó minőségét. A technikusi minősítést a vegyipari szakközépiskolát végzettek, egy a gimnáziumi érettségi után 2 év alatt szerezhetik meg. Nappali és esti tagozatokon is lehet tanulni.